A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Most kedves nézőink, a következő időszakban új vendégeket fogok bemutatni önöknek, annál is inkább, hiszen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a legutóbbi országos küldőgyűlésen új tisztségviselőket választott meg. Ma itt van velünk a Nemzeti, tehát a Kamara környezeti fenntarthatóságért és innovációért felelős új országos alelnöke Balázs Viktor. Tisztelettel köszöntelek. Tisztelettel köszöntelek. No, hát eddig szántóföldi szakértőként dolgoztál. Ahhoz azonban, hogy megismerjük ezt az utat, nagyon-nagyon fontos az indítatás, leginkább a család. Hiszen ugye gazdálkodóként is ismert vagy, sőt elismert hazánkban, és nagyon-nagyon fontos, hogy miként választottad ezt az utat, és hát a család indítatás nyilvánvaló, hogy hozzájárult ehhez. Kezdjük talán azzal. Lehet úgy fogalmaznom, hogy mint amikor a vetéssel elvetjük a magot, én belém is belém ivódott a gyerekkorban már a mezőgazdaságért való rajongás és szeretet, hiszen több generációs mezőgazdasági családból származok. Nekem nagyszüleim is mezőgazdasággal foglalkoztak, anyai, nagyapám ő szántóföldi növénytermesztéssel, apai, nagyapám ő pedig inkább az állattartás és az állatok iránt való szeretet volt a meghatározó, így gyerekkoromban is ha lehet így fogalmazni, a föld szagában nőttem föl, és nagyon sokat voltam kint, így egyértelmű volt, hogy főként a biológia és a kémia az, ami nagyon érdekelt, és a pályaválasztásom kezdetén, hogyha lehet így fogalmazni, az érettségit követően is a mezőgazdaságban ez a rész diktált, és ezért választottam elsősorban a mezőgazdaságot. Az fontos volt számodra, hogy ugye klasszikus szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozott a család. Aztán elindultatok egy olyan úton, ami a ízig-vérig 21. századi, ha úgy tetszik. Tehát tudatos volt, hogy amikor a Szent István Egyetemre mentél, akkor környezetvéd gazdálkodással foglalkozz, és az agrármérnöki alapdiplomád is erről szól, ugye? Abszolút, ugye, amikor én elindultam a pályámon, láttuk azt, hogy ez a környezeti fenntarthatóság ugye a mezőgazdaságban egy jelentős irányvonal lesz, és emlékszem rá, amikor voltam a különböző intézményekbe, elmentünk egyébként az elbeszélgetésre és ott az első napra, és itt akkor még volt KTI intézet, ott volt egy ilyen nyílt nap, egy beszélgetés, és nagyon megtetszett ez a rész, hogy a környezeti fenntarthatóságot implementálva a mezőgazdasági intenzív termelés mellé hogyan illeszthetjük be. Ezért rendkívül multidisziplináris tudomány részterületet alkotott, ami számomra úgy gondoltam, hogy az agrárium több részterületébe is utat nyit és belátást enged. Úgyhogy valahogy így indult el nekem az egész. Kik voltak a mestereid? Nyilván a családi indítatás az alapvetés, de azért az egyetemen nyilván vannak olyan előadók, akikre külön figyel az ember fia, hiszen olyan jövőképet vázolt fel önmagának, amit szeretne elérni. Ehhez pedig kellenek olyan oktatók, akiknek hinni lehet. Abszolút. Engem mindig a biológiai növényvédelem érdekel. Már a alapdiplomámat is ugye ökológiai gazdálkodási szakirányon végeztem, és érdekeltek azok a különböző mikro-makroorganizmusok, amiket föl lehet használni itt a növényvédelem tárházát szélesítve ezzel, és dr. Túróci György volt az én nagy mentorom, mind alapképzés, mind mesterképzés tekintetében. Nála írtam a kutatásaimat és az alapdiplomámat, valamint a mesterdiplomámat, és Hornok prof volt még, emlékszem, ő volt akinek, mint egy igazi nagy mesélő, úgy hallgattuk az előadásait, rendkívül hatalmas tudással mutatta be a különböző növény-mikróba kapcsolatokat, ami egy borzasztó száraz tananyag volt, de mégis úgy tette elmesélni, mintha tényleg a legizgalmasabb filmeket néztük volna. Tehát ez az út voltak éppen egy eleve elrendelés, ha úgy tetszik. Igen. Mint ahogy az egyetem után jött a mesterképzés szintén Gödöllőn, és ez egy fontos lépcső mindenképpen, hiszen
ha valaki megszerzi a diplomáját alapból, nem feltétlenül biztos, hogy tovább folytatja. Tehát ehhez elkötelezettségnek kell lenni mindenképpen. Igen, abszolút. A kezdetektől fogva úgy tudatosan építettem fel ezt a részt, hiszen ha csak arra gondolok, hogy az otthoni mezőgazdaságban már akkor aktívan részt tudtam venni, édesapámnak volt akkor egy nagyobb balesete, és ő teljesen kiesett a gazdálkodásból, és sok szerepet, többet kellett átvállalnom jóval, tehát én rengeteget ültem a mai napig egyébként traktoron, betakarítási munkátokat, növényvédelmet, vetést, azt én intézem, az én hozzám tartozik, az értékesítés, input anyagbeszerzés, de akkor úgy azért az egy jó tanuló pénz volt az ő mentor kezei alatt még látnom, hogy mit, hogy kell, természetesen a mai napig sokat segít. És ugye az alap képzést elvégezve ugye összeszedtem egy olyan tudást, amire úgy gondoltam, hogy érdemes építeni, és ugye a mesterképzés alatt is egy számunkra nagy problémát okozó kórokozóval kezdtem el foglalkozni, ez egyébként a napraforgónak a hamu szürke rothadását okozza, a makrofominás betegség, és ott egy integrált növényvédelmi szempontrendszerű, hogy is mondjam, vizsgálatokat indítottunk el, és nagyon izgalmas volt ez itt a két év során, amit a Túróczi tanár úr kezei alatt végeztem. Utána tehát ökológiai gazdálkodás, majd mesterképzés, tehát a növényorvosi diploma az már rendelkezésre állt, és akkor iránykeszthely. Tehát azt hiszem, hogy bejártad teljes egészében a Gödöllő után Keszthelyre, ez a precíziós szakmérnök. Erre miért gondoltad, hogy szükség lesz? Ez is 21. századi történet, de és azt hiszem, hogy ennek megfelelően nagyon fontos. Azt kell mondjam, hogy rendkívül szerencsés helyzetben voltam a mesterképzés alatt, olyan baráti társaság verődött össze, hogyha lehet így fogalmazni, akik amellett, hogy jól éreztük magunkat nagyon az egyetemi évek alatt, a tudás megszerzése is rendkívül fontos volt, és úgy gondoltuk, hogy láttuk azt, hogy az agrárdigitalizáció, a digitalizációs megoldások milyen lehetőséget, milyen hatékonyságbeli javulást okoznak, és szerettük volna ezt magasabb szinten művelni, és Keszthelyen indult el elsők között a precíziós szakmérnök képzés, így szinte első légiósként vetettük bele magunkat, és vettünk részt ezen a képzésen. Itt főként ugye a különböző agrárdigitalizációs megoldásokon belül a képi felismerés, a térinformatikai rendszerek és a talajtan volt az alapkő. Ennek ellenére, tehát vagy pontosan ezért nyilván a családi gazdaságban is továbbra is dolgoztál, kivetted a részed a napi munkából? Abszolút. Ekkor még, ugye ez 2019-ben volt, hogyha jól emlékszem, ott végeztem, hogy 18-ban, akkor még kizárólag otthon dolgoztam, és próbáltunk új lehetőségeket nyitni a gazdálkodásban, hogyha lehet így fogalmazni, a klasszikus szántóföldi növénytermesztés mellett diverzifikáltuk a vetésforgónkat, és láttuk azt, hogy mi is egy trendszerű vonalra ültünk föl egyébként az édesburgonya termesztéssel, és itt családban kezdtünk el vele foglalkozni. Megpróbáltuk, ugye, mivel nem álltak rendelkezésre olyan növényvédelmi eszközök, amelyek ugye az édesburgonya termesztését szavatolták volna, ezért abszolút ezt a ökológiai biovonalat ugye az előző tanulmányai miatt folytattuk. Járvási György volt egyébként, aki nagyon sokat segített nekem, és nagyon sokat dolgoztunk együtt, ő a mai napig foglalkozik vele. Hát ez egy rendkívül élő munkaerőigényes folyamat volt, és nagyon jó értékesítési hálózatokat találtunk, tehát itt a szupermarketektől elkezdve a piacoláson át minden szegmensét végigjártuk, de ez a korszak már lezárult. Ezt tavalyi év során hagytam abba, és előre szaladok, a növénytudományi doktori iskolában is végzős hallgató vagyok, most írom a disszertációmat, és az édesburgonya termesztés analitikai vizsgálatok, fajta kísérletekből, tápanyagreakciós dolgokból merült ki. De azért az elmúlt években jelentős kihívások voltak a mezőgazdaság területén, és emiatt
A termesztés nem volt rentábilis, és számos új feladat nyílt előttem, ami miatt úgy éreztem, hogy a klasszikus szántóföldi növénytermesztés az, amit be tudok illeszteni a napi ritmusomban. Tehát édesburgonya elmaradt, viszont igen. Mi a helyzet a palántákkal, hiszen a palántába is belekóstoltatok. Így van, abszolút. Tehát próbáltunk mindig egy teljes szegmenst lefedni, hogyha ha lehet így fogalmazni. Tehát végül is mondhatom azt, hogy a termőföldtől az asztalig végigkövettük, hiszen ugye egy nagyon komoly palánta előállító házat üzemeltettünk, itt külön kellett figyelni ugye a vírusmentes szaporító anyag előállításra, ezért rendkívül kézi munkaerőigényes folyamat volt. Különböző tároló, post-harvest technológiákat fejlesztettünk ki. Érdekességként egyébként, hogy itt nem hűtő, hanem fűtőházakban kellett tárolnunk az édesburgonyát, ugye egy szubtrópusi, trópusi eredetű növény, ezért a betakarítást követően, mikor betakarítjuk, ugye az epidermis, a külső rész sérül, és ugye magas hőfokon kellett ezt idézőjelesen begyógyítanunk, és ezáltal hosszú időn keresztül tudtuk eltárolni. Különböző fajtákat próbáltunk, úgyhogy izgalmas volt, sok tapasztalattal, sok nehézséggel. Ugye az imént már beszéltünk a PhD-ről, igen? Hiszen ott is az édesburgonya termőhely specifikus termesztés szóba kerül, illetve analitika, nemesítési munkálatok. Ez mennyire ad jövőképet? Ugye a kutatási munkámat helyes professzorral végezem, a Maténi. Szintén azt tudom mondani, hogy nagyon szerencsés helyzetben voltam, egy rendkívül jó mentor, és annak ellenére, hogy jelenleg az édesburgonya termesztés nem képzi a napi ritmusomat most már lassan egy éve, és a palánta előállítást is csökkentjük, csak végfelhasználóknak értékesítjük. Maga az analitika és a kutatási módszertanoknak a kidolgozása, azoknak a nyomon követése számos esetben tudta segíteni a munkámat a későbbiekben. Egy rendszer szintű gondolkodást segít, én úgy gondolom, és számos olyan lehetőséget, kapcsolatot biztosított nekem, amik a mai napig nagyon sok hasznot jelentenek számomra. Kell, hogy beszéljünk a Bionat Kft-ről, mert igen. Az is egy fontos része a szakmai portfóliónak, ügyvezető igazgatóként azért azt hiszem, hogy nagy kihívás, ez a sok minden. Én az időközben gondolkodtam ezen, hogy fér bele ez a sok minden 24 órába, de igen, a mosolygós szem elárulja, hogy igen, valamiképpen. Kevés alvás, nagyon jó családi háttér, rengeteg támogatást, odafigyelést kapok ilyen szempontból, ami segíti a munkámat is. És elviselik azt, hogyha a munkacsúcsok miatt kevesebb időt tudok rájuk fordítani. A Bionat Kft. Életem egyik legnagyobb kihívása, úgy gondolom. Ugye a Bionat Kft. A mikrovitál termékek fejlesztője, gyártója és forgalmazó. Elég fiatalon kaptam meg a cégvezetésre a lehetőséget és a bizalmat. Viszont úgy gondoltam, hogy itt főleg ez a környezeti fenntarthatóság szempontjából az ökológiai gazdálkodásba történő beleilleszthető talajbaktériumoknak a fejlesztése, használata, talajaink egészségének megőrzése egy rendkívül fontos küldetés itt a mai mezőgazdaságban. Van erre igény, bocsáss meg? Abszolút. Rendkívül. Én úgy látom, hogy az elmúlt időszakban nyilván egy hosszú edukációs folyamat az, ami szükséges a gazdálkodóknak, hogy értsék, lássák, és hogy hogyan tudják adaptálni ezeket az új technológiákat a megváltozott gazdálkodási szintéren. Ez egy nagyon nagy kihívás, hogy úgy edukáljuk őket, úgy mutassuk meg az új technológiákat, hogy az gazdaságosan és fenntarthatóan illeszthessék be a gazdálkodás rendszereinkbe. Az természetes volt, hogy a Nemzeti Agrárgazdasághoz csatlakoztok, illetve hiszen azért most már a szántóföldi szakértői tapasztalatod is több mint 5 éves. Igen, ugye rengeteg, hogy is fogalmazzak, kihívás volt, ami elénk tárult itt a mezőgazdasági igazgatóság csapatával, ahol szintén egy nagyon jó szakmai vezető, Fodor Zoltán az, akinek a kezei alatt én kinőttem, és ő rengeteget segítette a munkámat. És szinte minden szántóföldel kapcsolatos probléma, a mezőgazdasági gépjárművek közlekedése, a közös agrárpolitika, a terméselemzések, piaci kilátásoknak a szemügyre vétele. Próbáltuk segíteni a tagságot, ez volt a fő célunk szakmai szempontból.
És a kiskultúrás engedélyezési munkacsoport, ez megint csak egy külön feladat. Igen. Ezt 3 éve vezetem a kiskultúrás engedélyezési munkacsoportot. Itt láttuk azt, hogy a különböző kiskultúrákban azok a technológiai alappillérek, ami a növényvédelmet érinti, hiányzik, és mi a NÉBIH-kel, a különböző szakmaközi szervezetekkel rendkívül jó kapcsolatot ápolva térképeztük föl, hogy mik azok a pontos technológiai kihívások, amikre szüksége van a gazdálkodóknak, és több száz kiskultúrában engedélyezett növényvédőszer engedélyokirat kiterjesztését értük el, ami úgy gondolom, hogy az ágazat stratégiája és fenntartható termelése szempontjából rendkívül eredményes, hiszen ugyan kis területen gazdálkodnak, de rendkívül magas értékesítési potenciállal és nemzetgazdasági szinten is rendkívül meghatározó. Gyógynövénytermesztés, szabadföldi zöldség, üvegházak termesztése, ültetvények esetében. Ez mind-mind nagyon fontos a hazai agráriumban. Mint ahogy az is, hogy továbbra is az agrárgazdaság országa legyünk, mert függetlenül mindentől, hogy azért fejlődik az ipar nyilvánvaló, de azért a magyar mezőgazdaság alapvetés mindennapjainkban, és ezért is fontos az Európai Mezőgazdasági Szakmai Szervezetek bizottságok munkájában is ott van a részed, illetve a COGECA, remélem jól mondom, gabona és olajos növények, valamint a növényvédelmi munkacsoport. Ez megint 3 olyan feladat, hogy most már megszámálhatatlan. Menjünk sorba. Halmozom az élvezeteket, hogyha lehet így fogalmazni. Igen, a COPA COGECA-ba több mint 4 éve vagyok delegált. Ez az Európai Gazda Érdekvédelmi Szervezet, amely az európai döntéshozók alá dolgozik szakmai alapokon, és szintetizálja azokat a problémákat, amelyek az európai gazdák és gazdatársaságok szervezetében jelentkeznek. Itt különböző, ugye az olajos és gabona növények esetében főleg a piaci anomáliákra történő minél gyorsabb reagálás, akár rendelet jogszabályi szinten EU-s rendelkezések alapján, gondolok itt akár az orosz-ukrán konfliktus okozta gabona, igen. Pontosan gabona problémákra. A növényvédelmi rész pedig itt akár a biológiai ágenseknek a termesztésbe történő hozása, vagy a különböző hatóanyag kivonásokkal kapcsolatos fölülvizsgálatok. Itt ez megint probléma ugye az ukrán búza kapcsán. Abszolút, a növényvédelem. Igen. Erről majd fogunk beszélgetni, nyilvánvaló. Azt szerintem egy külön adás le. Ez egy külön adás, így van. Viszont a Heves vármegye ifjú gazdák. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy egy-egy megye, egy-egy vármegye ma már miként tud gazdálkodni azzal, hogy a fiatalok közében is nyilvánvaló az ifjú gazdák szövetsége, tehát a MAGOSZ ifjú gazdái azért már ott vannak, de azért valljuk meg kicsit, és nem kicsit fontos az, hogy egyre több fiatal választja hivatásul a mezőgazdaságot. Abszolút. A MAGOSZ egy nagyon komoly árnyőszervezet, és az ifjú gazdákat is én úgy gondolom, hogy egyedülálló módon tudja mozgósítani, és egy olyan összefogást, egy olyan kohéziót alakít ki a fiatalok között, amely a későbbiekben akár a közös együttműködésünket segíti jelentősen. Az látható, hogy a fiatalok között elindult egyfajta agrár összefogás, hogyha lehet így fogalmazni. Erre egyébként szintén itt a koronavírus járvány okozta különböző szállítmányozási problémák, vagy az aszály okozta egyes terméskiesések, akár itt a szálas takarmányok és az állatok között. És arról nem is beszélve, hogy rendkívül jó, hasonló generáció van lévő emberekkel a hasonló problémákat megbeszélni, és azokra választ, lehetőségeket találni. Erre az ifjú gazda szervezet, ez egy rendkívül hasznos és szakmai színvonalon működő társaság. Nyilván ez Heves megyében működik, itt Fejér megyében is, nem különben. Tehát én örömmel tapasztalom, hogy Sárbogárd környékén, Mezőfalva környékén, de tulajdonképpen az egész megyében egyre inkább erősödik az, hogy a fiatalok is ezt a hivatást választják, szakmát. Nem kötelezettségből, de azért tovább viszik, amit a nagyszüleiktől, szüleiktől megtanulhatnak. Ez egyébként alapvető cél, a kamara célja is? Abszolút. A generációváltás mind a MAGOSZ, mind az Agrárgazdasági Kamarában egy kiemelt prioritás, és kiemelt feladatként kezeljük. Itt akár a gazdaság átadásra való jogszabályi háttér megteremtése, illetve ennek
a támogatási rendszere, hogy minél egyszerűbben, gördülékenyebben történjen meg az átadó és az átvevőnek a, hogy mondjam, helycseréje, és kiemelten próbálunk arra figyelni, hogy olyan megoldásokat biztosítsunk erre a nehéz folyamatra, hogy a bürokratikus terhek ezeket ne terheljék, és egyfajta folyamatosság elve alapján napról napra a tudás, a hosszú távú fölhalmozott szakmai elvek mentén történjen, és hogy ne okozzon töréspontot egy átvétel. Nyilván erről Jakab Istvánnal, illetve Györfi Miklóssal is beszélgettünk, illetve Zászlós Tibor is megszólalt, hogy nagyon fontosak ehhez a pályázatok. És egyre több fiatal, nyilvánvaló, hogy ez más az indítatás, egyre több fiatal vesz részt ebben a munkában, és a pályázatokat mintha nekik találták volna ki, mert ahhoz új elvek mentén kell neki fogni a gazdálkodásnak, és most, amikor a precíziós gazdálkodás is teret nyer egyre inkább hazánkban, akkor ez nagyon pozitív. Igen, abszolút. Ugye látható az, hogy Magyarország kormánya is abszolút elhivatott ez szerint, és a vidéki megtartás, a vidéki élet egy hatalmas nagy hazai forrású támogatás csomaga az, ami rendelkezésre áll a gazdálkodóknak. Ebből egy jelentős tétel az, ami a generációváltás és a fiatal gazdálkodók számára van célzottan, ha lehet így fogalmazni, kifejlesztve, és hogy ők tudják ezt megfelelően allokálni. Igen, hát az agrár digitalizációt meg a precíziós technikai megoldásokat nyilván a fiatalok azért könnyebben használják, és ez nagyon-nagyon fontos. Hol tartunk ma? Tehát itt már mint a fiatalok tekintetében. Tehát ha azt nézem, hogy itt Fehérvár megyében is egyre többen vannak, az addig rendben van. De országos szinten ez hogy áll most? Tehát, ha generációs szinteket szeretnénk beállítani, akkor azért hazánk nem áll túl jól. Hogyha azt nézzük, hogy a 65 év feletti gazdálkodók aránya még mindig 30% fölötti, az rendkívül magas. Azonban látható egy trendforduló, és azok a lehetőségek, hogy a mezőgazdasági szakmában megtalálják a perspektívát azok a fiatalok, akiknek egyébként az előzetes fölmenőik és dinasztiák óta végzik a mezőgazdaságot, megtalálják benne a lehetőséget. Én úgy gondolom, hogy maga az agrár kommunikáció egy nagyon fontos szempont, hiszen be kell mutatnunk, hogy milyen sokszínű és milyen szép ez a szakma. Én úgy gondolom, hogy nagyon kevés olyan szakma van ma a világon, mint például maga az agrárium, vagy a mezőgazdaság, akár a szántóföldi növénytermesztés, ahol minden évről évre végigkövethetjük akár a növények fejlődését, egy teljesen új környezetbe, számos kihívás, de egy nagyon nemes munka. No, hát én ehhez kínálok erőt, egészséget a családnak, és természetesen ebben az új munkakörében is kitartást, hiszen nyilván lesz dolga bőven, ezzel nem mondok újdonságot, gondolom. Igen, nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat, és a nézőknek is köszönöm a figyelmet. Köszönöm, hogy megtisztelt. Köszönöm. Kedves nézőink, az Agrárinfo mai vendége Balázs Viktor volt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara környezeti fenntarthatóságért és innovációért felelős új országos alelnöke. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a következő műsorban. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.